sokáig úgy tűnt, hogy egy erős NCAA csapatba fog tudni játszani, mint hokiban, mint tanulásban nagyon jó lett volna, de elkezdtem azon is gondolkozni, hogy esetleg itthon folytassam a pályafutásomat, és itt a Szélig Viktor nagyon nyitott volt arra, hogy a tanulást, illetve a jégkorongot össze tudjam egyeztetni, és nagyon magas szinten szerettem volna folytatni a jégkorongot, és így döntöttem a Fehérvár mellett. Nagyon sok emberrel beszéltem Magyarországon, sok edzővel, játékossal, nagyon sok tanácsot kikértem, hogy mit gondolnak, mi lenne a lehető legjobb lehetőség. Az edzővel beszélve volt egy hosszú telefonbeszélgetésünk, nekem nagyon szimpatikus volt, ez is nagyon befolyásolta a döntésemet, illetve nagyon sok játékos van itt Fehérváron, akit én régóta ismerek, gondolom Erdélyi család, Kocsis Ferenc, mi az összes utánpótlás válogatottba együtt nőttünk fel, és ez is befolyásolta a döntésemet. Mindenképpen meghatározó játékos szeretnék lenni a csapatba, minél többet hozzátenni ahhoz, hogy sikeres legyen, és minél sikeresebb csapat produkciót szeretnénk. Kerestünk egy magyar hátvédet. Bencének az óriási előnye a fiatalabb kora mellett az az, hogy már két felnőtt világbajnokság rutinjával is rendelkezik, és egy nagyon, nagyon tehetséges hátvéd, aki szerintem meg fogja tudni állni a helyét majd az Ebelben is. Fel tudja venni a tempót, mellette ő egy nagyon intelligens és jó hokista, úgyhogy szerintem neki minden esélye megvan arra, hogy akár a top 6 hátvédben is benne legyen. Vannak fiatal tehetséges hátvédeink még egyébként, akik már bemutatkoztak az Ebelben, vagy nagyon közel vannak hozzá. Én azt remélem, hogy egy egészséges, nagyon jó verseny lesz majd a csapatba kerülésért. Tulajdonképpen szinte megvan már az Ebel keret, még egy játékos érkezése várható, akit szerintem nem sokára majd be is fogunk jelenteni.